nagyon csalódottnak mutatkozott Románia csapatának kiesése után a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett asztali teniszező, aki így búcsút intett érmes reményeinek. Mint fogalmazott, a páros veresége után egy csúcsformában játszó Monica Batrával találta szembe magát, akit már győzött le, de kapott is ki tőle. Most előtte megnézte a legutolsó megnyert mérkőzésük videóját, és megpróbálta ugyanazokat a megoldásokat alkalmazni, de Batra képtelen volt hibázni, minden támadást visszaütött az asztalra. Azzal a gondolattal utazik haza, tette hozzá, hogy mindent megtett, amit tudott, most ennél többet nem lehetett. Ez azonban arra ambicionálja, hogy 4 év múlva még nagyobb elhatározással térjen vissza Los Angelesbe, mondta. Dagad a női torna talaj döntőjének botránya, miután az amerikai Charles óvása nyomán mindkét román tornászlány lemaradt a dobogóról. Ugyanakkor Monica Voynea óvását elutasították. A Román Olimpiai Bizottság elnöke Mihály Kováliu és a Román Tornaszövetség hivatalosan kérte az ügy kivizsgálását a Nemzetközi Tornaszövetség elnökétől és a tornászok részletes értékelésének nyilvánosságra hozatalát, mert szerintük bizonyíthatóan bírói műhiba történt. Camélia Voynea volt tornász, Sabrina Monica Voynea édesanyja bejelentette, hogy ezek után lánya szakít a tornával, és a Nemzetközi Sport Döntőbírósághoz fordulnak. Már Csercsó Lákó miniszterelnök pedig bejelentette, tiltakozásul nem fog részt venni az olimpia záró ünnepségén. A magyar sportolók keddi eredményei. Megkezdődtek a kajak-kenu versenyek is a párizsi olimpián. Egyelőre az 500 méteres előfutamokkal és a negyeddöntőkkel. A magyar női kajak 4-es közvetlenül a döntőbe jutott, míg a magyar férfi kajak 4-es az elődöntőkbe. Szintén bejutott az elődöntőbe az Adolf Hajdú kenu 2-es, a kis-nagy női kenu 2-es, a Nádas Tótka és a Kopasz Varga férfi kajak 2-esek, illetve a női Csipes Gazsó és a Pap Folyt női kajak 2-esek. Utóbbiak előbb negyed döntőt kellett teljesítsenek. A női távolugrás selejtezőiben Bánhidi Farkas Petra a 21. eredménnyel kiesett. A kötött fogású birkózás 77 kg-osok súlycsoportjában Lévai Zoltán legyőzte a török Akbudákot, majd egy egyes meccs után úgy maradt alul az azeri Szulejmanovval szemben, hogy az utóbbi szerezte az utolsó pontot. Néhány másodperc hiányzott csak Magyarország női kézilabda válogatottjának, hogy elődöntőbe jusson az olimpiai tornán. A rendes játékidő végén 15 másodperccel a vége előtt Vámos góljával 29-28-ra még vezetett Svédország ellen. A svédek azonban időkérést követően 6 másodperccel a sziréna előtt egyenlítettek. Aztán a hosszabbításban 36-32-re megnyerték a meccset. Szintén a kiesés sorsára jutott Magyarország női vízilabda válogatottja. Egy végtelenül kiélezett meccs után az Egyesült Államok ellen 5-4 arányban maradt alul. Az egyetlen különbség, hogy a női pólósok tovább játszanak az 5. helyért. Az egyetlen román hajó a kajak-kenu selejtezők első napján a Nuce Sprintján kenu 2-es 500 méteren elődöntőbe jutott. Női kalapácsvetésben Bianca Gilbert 72,36 méteres dobással a 9. helyen végzett a döntőben. Női távolugrásban Alina Rotaru Kotman 663 cm-rel a 11. eredményt érte el, így a döntőben folytathatja. Férfi gerelyhajításban Alexandru Novák a 17. lett a selejtezőkben, és kiesett. Elképesztő 6 méter 25 cm-es világcsúccsal nyerte a svéd Armand Duplantis a párizsi olimpián a férfiak rudugró versenyszámát. A 24 éves ugró fenomén harmadszorra teljesítette a magasságot, és a Stade de France-ban közel 80 ezer ember tört ki üdvrivalgásban. A vegyes zónában még elmondta, hogy látott már 100 000 embert egy arénában, de sosem ő állt a figyelem középpontjában.
Most viszont olyan hangulat volt, mint egy amerikai futballmeccsen. A sportstatisztikákkal foglalkozó Grace Note szerint Duplantis még csak a harmadik férfi rúdugró, aki olimpián döntött világcsúcsot. Ez előzőleg csak az amerikai Frank Fossnak sikerült 1920-ban Antwerpenben, illetve a lengyel Vladislav Kozakiewicznek 1980-ban Moszkvában. Az aranyérmet az a Szergej Bubka adta át, aki évekig uralta a számot, és sorozatos világrekordjait megdönthetetlennek hitték. Öt olyan női tornász van a sporttörténelemben, aki egyetlen olimpián 4 aranyérmet is szerezni tudott. Ezek közül Romániában az egyetlen nem Nadia Comăneci, akire esetleg sokan tippelnének, hanem Szabó Katalin. Balázs Jolán mellett ő az, aki a II. Világháború utáni olimpiákon erdélyi magyarként győzni tudott 5-karikás játékokon. Bár ez némi pontosításra szorul, de erről majd máskor. Az 1984-es Los Angeles-i olimpia sztárja Zágonban született, 1968-ban 6 évesen vitték el a szülei Károlyi Béla Onfalvi edzőközpontjába, hogy a mozgékony kislány energiáit a sportban vezesse le. A nagyon fiatalon román környezetbe került kislány ezek után évekig csak a ritka hazautazásai során beszélt magyarul, és a hivatalos kommunikációban a nevét is elrománosították. Már csak Ekaterina Szabóként szerepelt. Későbbi visszaemlékezéseiben elmondta, senki nem kérdezte meg erről, azt sem tudta, miként szerepel az útlevelében, mert azt nem mutatták meg neki. Los Angelesbe 14 évesen világbajnokként érkezett, így toronymagas favoritnak számított, különösen, hogy a szovjetek bojkottálták a játékokat, de ha ott lettek volna, Szabó Kati akkor is aranyéremesélyes lett volna. A csapatarany nem volt kérdéses, egyéni összetetben azonban 5000 ponttal az amerikai Mary Lou Retton mögé került. Erre is utalt az Erdély TV-nek Szép Zoltán volt kollégánknak néhány éve adott interjújában. Ha valaki megkérdezi Szabó Katit, hogy tornában elért mindent, még egyszer újra kezdenie, mit válaszolna? Igen, még egyszer, még jobban csinálnám. Mit nem csinált jól? Az ezüst. Az ezüst nem tudom még, nem, hogy nem tudom lenyelni, de inkább azt szerettem volna, ha így volt, így kellett, hogy legyen, hogy inkább kaptam volna 3-4 pontot a Mary Lou-tól, mint ilyen nagy, ilyen kevés pontot, 0-0-5, hát az semmi. Hát kevés volt a különbség. Kevés volt a különbség, igen. Ez fáj a legjobban. Utóbb azonban megnyerte mind a 3 szerenkénti döntőt, amelyekbe bejutott talaj, gerenda és ugrás. Hiába lett azonban az év sportolója Romániában, gyorsan elfelejtették. Ígértek autót, ígértek pénzt, hát ajándékokat gondolom. Na, ebből nem, én legalább, én magamról beszélgetek, hogy nem kaptam abszolút semmit. A Securitate továbbra is megbízhatatlan elemként kezelte. Többször visszautasították útlevél kérelmét. 1992 után férjével Franciaországban telepedett le. Noha 4-szeres olimpiai bajnok, sem a szervezők, sem a román olimpiai vezetők nem tartották érdemesnek meghívni a párizsi olimpiai tornászversenyekre. Ismerősei révén sikerült szereznie egy belépőt. Sepsiszentgyörgyön sportcsarnokot, Zágonban óvodát neveztek el róla. Ma este Miklós Andreának szurkolhatunk a női 400 méteres síkfutás elődöntőiben, de erről bővebben holnap esti rovatunkban.